Májustól igényelhető az új kamatmentes és szabad felhasználású diákhitel plusz. A felsőoktatásban tanulók legfeljebb 500 000 forintot, egyes felnőtt képzések hallgatói pedig akár 1,2 millió forintot is igényelhetnek a konstrukcióban. Mi úgy látjuk, hogy soha nem volt még ekkora szükség a diákhiteletre, mint ebben a helyzetben, és a kormány is felismerte azt, hogy a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés és munkaerőpiaci turbulencia plusz segítségek után kiállt a diákok esetében is, és más társadalmi réteg esetében is, és ezért döntött úgy a múlt héten, hogy május 1-től bevezeti a Diákhitel Intézet a Diákhitel Pluszt, amely a felsőoktatási hallgatóknak egy 500 ezer forintos maximum összeg igényelhető szabad felhasználású teljesen kamatmentes hitel lesz. Ez december 31-ig lehet egyébként majd igényelni, május 1-től. Valamint a felnőtt képzésnek bizonyos ágazataiban, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium fog rövidesen meghatározni, 1 millió 200 ezer forintig lesz igényelhető, ugyanez a diákhitel plusz szintén szabad felhasználásra, szintén kamatmentesen. Ez sok ezer diáknak jelenthet segítséget, tette hozzá Magyar Péter, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokan keresték meg a Diákhitel Központot a már meglévő hitelek emelésével és újabbak igénylésével kapcsolatban. Ezeket a kéréseket vagy igényeket is meghallgatta a kormány, és döntött arról is, hogy május 1-től kitolja a szabad felhasználású diákhitel 1 és a költségtérítéses hallgatók által igénybe vett diákhitel 2 által használt diákhitel 2 igénylési határidejét. Első fél évben június 15-re, második fél évben pedig december 31-ére, valamint lehetővé teszi azt, hogy ha valaki kevesebbet igényelt, mint amennyire most szüksége van, akkor szintén ezekben a meghosszabbított határidőkben megemelje az igényelt összeget. Valamint szintén fontos lépés, hogy azzal is plusz forrásokhoz juthatnak a diákok, hogy a kormány arról is döntött, hogy az első fél évre visszamenőleg is igényelhetik a több százezer hallgató a diákhitel egyet, ez plusz 300 000 forintot jelent azoknak, akik még nem éltek ezzel a lehetőséggel. Szintén fontos döntés, hogy augusztus 15-től, vagyis a következő felsőoktatási tanév kezdetétől a szabad felhasználású diákhitel 1 havi maximális összege 70 ezer forintról több mint a duplájára 150 ezer forintra emelkedik, tette hozzá Magyar Péter. Ez azt jelenti, hogy éves szinten minden felsőoktatási hallgató másfél millió forint szabad felhasználású és rendkívül kedvező, ma egyébként 1,99%-os kamatozású hitelhez juthat. Úgyhogy összességében ezekről a kérdésekről döntött a kormány. Ami nagyon fontos, hogy a Diákhitel Plusz, ez az új termékünk, ez a nyelvtanulási diákhitel helyén jelenik meg, ugyanis a kormány ezzel egy időben nyelvvizsga moratóriumot hirdetett, és azok a hallgatók is megkapják a diplomájukat, akiknek eddig hiányzott ehhez szükséges nyelvvizsgájuk, így a nyelvtanulási diákhitel nagyjából okafogyottá vált. Viszont itt is egy olyan könnyítést rendelt el a kormány, hogy az a több mint 1000 diák, aki élt ezzel a nyelvtanulási diákhitellel, az május 1-től kamatmentesen kell, hogy visszafizesse ezt a hitelt, tehát az eddigi kamatugró hitelből kamatmentes hitel lett. A vezérigazgató hozzátette, a Diákhitel Pluszt ezek után is lehet nyelvtanulásra, a tanulmányok finanszírozására, vagy akár a megélhetésre is fordítani, hiszen ez egy szabad felhasználású hitel.